Sokszor kérdeznek engem a szteroidok hatásairól, mellékhatásairól, meg melyiket kell használni, hogyha versenyző vagy, melyik fontos. Most elmondanám, hogyha versenyző vagy és magas szinten versenyzel, akkor mindent kell használni, az összeset. Tehát így nyugodtan kinyithatod a könyvet, és akkor versenyfelkészülő szteroidok. 1-2-3-4-20 oldal, akármelyiket beszúrhatod. Tehát itt nem arról van szó, hogy mit kell használni, itt arról van szó, hogy hogyan kell használni, mikor és mennyit. Nem szó, mit. Tehát ha valaki magas szinten, ha van egy Mr. Olympia versenyző, legyen egy Mr. Olympia bajnok. Mit szedhet a Ronikónál? Na most a Superbody bajnok tesztoszteron propionátot használ, most a Ronnie Coleman az meg az UFO szteroidot használja, nem hagyjuk már. Tehát ugyanazokat használják, de miket használnak? Hát sokféle. Egy Mr. Olympia bajnoknak kell, hogy legyen benne 8-10-15 féle gyógyszer. Ott a színpadon van benne 8-10-15 féle gyógyszer. Egyszerre. Máshogy nem megy. Ez így működik. I'm OG, y'all new to the game. OG, y'all new to the game. New to-